Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban itt vagyunk ismét ezen a VV 2K24-ben, és azon belül is ebben az alternatív HCV-s univerzumban. Kérem szépen, folytatódik az Underground, ez már a 14. évadnak a 6. epizódja, és szélsebesen robogunk a következő gála felé, a Vendettáig, vagy a Vendetta felé. És kérem szépen, itt a mai Underground-ot nem látítja meg, mint sem a jelenleg regnáló HCV bajnok, a védelmező Tihanyi Péter, kérem szépen. Így van, ugye itt ebben az alternatív univerzumban Péter az első és egyetlen kétszeres HCV bajnok, és újabban magára úgy hivatkozik, mint a védelmező, de akkor ez a védelmezője a HCV-nek, mint a HCV bajnoka, és a védelmezője a magyar pankrációnak. És hát ezt az áttörést is videzen nem mutatta egyébként, de a legutóbbi nagy gálán ott ugye Krisztyokics ellen védett címet sikeresen Tihanyi Péter, és úgy továbbra is folytatódik az egyébként már igen hosszú regnálása, ugye még a Virás November 6-on kezdődött neki a regnálása, akkor nyerte meg a bajnoki címet. És hát már túl vagyunk a Véres November 7-en. Tehát, hogy igen. Üdvözlök mindenkit itt az Undergroundon, ahol most egy nagy bejelentést szeretnék tenni, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen védelmezőként az áttörésen ismét megvédtem a magyar pankrációt. Ezúttal egy Hippokratától, Krisztyokicstól. És persze, hogy mind végig mellettem voltatok, és segítettetek a magyar pankráció újbali megvédésében, amiért most is nagyon hálás vagyok, és köszönöm. Mondja ezt Tihanyi. Már nagyon sokszor hallottuk azt a dumát, hogy nincsen jó kezekben a magyar pankráció legfőbb kincse, a HCV bajnoki címe. Legalábbis eddig az összes ellenfelem ezt állította, pedig már több mint egy éve rendre sikeresen megvédem ezt a címet. Ugye itt ebben az alternatív univerzumban egy év, az a valóságban egy fél évnek feláll meg. A védelmezői munkám, mint a HCV bajnoka kezd ismerté válni nemhogy itt Európában, hanem az egész világ szerte. Mondja ezt Tihanyi Péter. És most már a tengeren túlról is érkeznek olyan hangok, miszerint a HCV bajnoki címen nincs jó kezekben nálam. Úgyhogy térjünk is rá a nagy bejelentésemre, ugyanis úgy néz ki, hogy megvan az ellenfelem a Vendettára. Ó, na vajon ki lesz az? Erre kíváncsi vagyok. A közönség akarja hallani, ők is kíváncsiak, hogyan hallom. Ez az ember olyan nevekkel volt el ringben, mint Roman Reigns, John Cena és a The Undertaker. Ez az ember egy korábbi WWE szupersztár, ezzel az emberrel együtt lehetett, és talán még együtt lehet is sétálni. De ez most mit jelentsen? Ez az ember nem más, mint sem Elijah, vagy ahogyan régebben ismerhettétek, Elias. Te jó ég! És Elijah lesz a kihívóm a Vendettán, de van végig valami. Elijah itt lesz a jövő heti Undergroundon, és mondok ennél még jobbat, én is itt leszek. Akkor ez azt jelenteni, hogy már a jövő héten ez a két ember szemtől szemben, ugyan nem mérkőzésben, de hát akkor ez szerintem igen azt jelenti, hogy akkor így egy korábbi WWE szupersztár ki fogja hívni Tihanyi Pétert a Vendettán. Elijah, te jó ég! Azt a mindenit. Hát akkor ezek után, a nagy bejelentések után
jöjjön, és az Underground nyitó mérkőzése, kérem szépen, érkezik az első résztvevő, ennek a mérkőzésnek, kérem szépen, vagy egyébként első résztvevői, nem is résztvevője, első résztvevői, hiszen érkezik a híres neves testvérpáros, a Gulyás testvérek, kérem szépen, Gulyás öcsi, és Gulyás a Vilmos, érkeznek a ringbe, korábbi HCV testvér bajnok párosról beszélünk. Azonban már volt, azért már jó régóta nem birtokoltak. Nem birtokolták azokat a címeket. És hát mindennél jobban szeretnék ezt megváltoztatni, és minél előbb szeretnének újra a HCV Tech Team divíziójának a csúcsára kerülni. Hát ehhez egy kiváló első lépés lehet az, hogyha legyőzik a mai ellenfelüket, ellenfeleiket, akik pedig nem mások, mint sem a Cement vezette Blood Money, kérem szépen, tudom belőle, hogy a Blood Money két tagja, Chris Dice és Steb. Érkeznek is a ringünkbe, kérem szépen a Blood Money. Így van. Ugye itt ebben az alternatív univerzumban a Blood Money ugye három emberből áll, nincsenek többen. Ugye csupán Cement, Steb és Chris Dice alkotják a Blood Money itt ebben az alternatív univerzumban. Egyébként ők is egy korábbi tech team bajnok páros, ők például a legutóbbi tech team bajnokok, ami ugye a Vélet November 7-en ellen bukták a bajnoki címeiket a Williams ellen. És hát azonban pedig már a Williams regnál, mint a HCV Tech Team bajnok párosa. Hát kérem szépen Steb és Chris Dice érkeztek a ringbe. Így is van, tehát akkor itt a mai Undergroundon ők leszek az Ujjás testvérek ellenfelei. Hát igen, ez egy nagy profilú Tech Team mérkőzés lesz, ugye? Én még jól emlékszek arra, azt hiszem a fűzonalon történt címvédésükre a Gulyás testvérek ellen a Blood Money-nak. Az egy iszonyatosan nagy mérkőzés volt. Kíváncsi vagyok, hogy itt a mai Undergroundon mit fognak tudni produkálni a srácok. Hát ugye akkor azt a mérkőzést Dice és Steben nyerték meg. De most meglátjuk, hogy most mi lesz. Hoppá, én most egyenőre öcsődök, így nagyon szépen meg tud indulni, azonban most Dice bemutatja a küzdősportos múltját, ezekkel a hatalmas vagy sztrájkokkal, és még Steb is odaszúr, Steb! Hát milyen találó ez egyébként, ugye Steb az is, hogy egy szúrás, és hát odaszúr, érted? De már Steb a legális egyébként, természetesen csalással, vagy hát csalást már végrehajtott a Blood Money gyakorlatilag már rögtön, azonban öcsi ki tud rúgni kettőnél, ugye hát az nem volt túlságosan szabályos és legális, amikor ugye Steb illegális emberként ütötte meg Gulyás öcsit, közben pedig ugye a Blood Money-ból Chris Dice volt a legál. De hát ez ugye még nem eredményez azonnal egy diszkvalifikációt. Úgyhogy igen. Hoppá, és most pedig Chris Dice az, aki úgy lesz megtette. Na de most már megtörtént a váltás, most már Chris Dice a legális a Blood Money-ból. Szerencsétlen öcsit egyenőre jól földön tudják tartani, és jól lehet tudják látni a baját. Azonban öcsi, hoppá, most egy hatalmas, egy kószállal leküldi a földre Chris Dice-t. Azonban nem megy tegelni, hanem inkább beküldi Dice-t a sarkóba, és most váltja be a bátyját, öcsi, Gulyás Vilmos érkezik a ringbe, és egy páros manőver a Gulyáséktól. Hatalmas nagy back body drop. Tús helyzet, de nem. Ez még azért kevés lesz. De Vilmos megpróbálta, nézzük. A repülő szarvasmarha, kérem szépen, ráveti magát Chris Dice-ra. Hogy olyan komolyan ütlegelni kezdi, szorult helyzetben van a Blood Money, azt kell, hogy mondjam. Nézzük, mire készül Vilmos. De hát a sorokban egy hatalmas crossline-nal érkezik Gulyás Vilmos, ami után pedig plusra is megy. Nézzük! Nem, nincs meg. Egyébként közben Cement berakott egy széket, gondolom, az Chris Dice
nak akarta szánni, és amíg a bíró nem figyel, hiszen kidobja a szikét, addig Cement elvonja Gulyás Vilmos figyelmét, és ezt kihasználja Chris Dice, te jó ég! Azt a mindenségét! Micsoda furfang a Bloodmoney részéről, hogy ezt azért megszokhattuk. Most Dice beváltja Stebet, Steb a legális részvevője most már ennek a mestak a Bloodmoney részéről. Azonban Steb, ez most igen csak elméri, érkezze Vilmos, de nem tud. Nem tud. Steb az, aki meg tud indulni egy hatalmas kombóval, földre és küldi ezzel a kombóval Gulyás Vilmost, és azonnal tovább folytatja Steb Gulyás Vilmos bántalmazását a szemébe nyúlt, vagy nem is tudom, mint az arcába markolt. Azonban le akarnál lökni most Öcsit, de nem sikerül neki, de nem most már másodjára már le tudta lökni Öcsit az apronról. Semmi szükség nem volt egyébként, hiszen ugye Öcsi nem a legális ember a Gulyás testvérek részéről. De hát Steb ezzel mit sem foglalkozott, nézzük, nem most Gulyás Vilmos még ki tud rúgni bőven. Már rögtön az első mérkőzés közben már így a hangom kezdi felmondani a szolgálatot. És még milyen mérkőzések várnak ránk. Többek között egyébként egy visszavágó az áttörésről, hiszen Dover és Boldo Brown ismételten meg fognak mérkőzni egymással. Hát ugye Dover, Boldo ugye elveszítette az áttörésen a mérkőzését Dover ellen, és hát kikönyörgött egy visszavágót, valahogyan elérte a General Manager úrnál ezt. Közben Chris Dice tovább gyepálja Gulyás Vilmos, és eléri Öcsit. Most Vilmos eléri Öcsit. Így van, kicsikét itt már megkavarodtam hirtelenjében, annyira, hogy elsztorizgattam Boldóról. De most már térjünk vissza a mérkőzésre, kérem szépen, Öcsi aprítja Chris Dice-t. Így van. A sarokból vippeli át a szemköztibe most, és ott van egy hatalmas nagy coastline Gulyás Öcsitől. Elkezdődik gyepálni Chris Dice hatalmas a strike-okkal. Azt a mindenségét, aki nem áll le. Olyan, most ide készült, de jó egy cannonball! Stanton is betalál. Amiután pedig tusra is megy Öcsi, azonban ott van Steb, hogy megtörje a számolást. Steb meg tudta törni a számolást, lehet, hogy mert Dice már nem tudott volna kirúgni. Mert most Öcsi megragadja Chris Dice, és viszi át a szemközti sorokba, ahol elkezdik gyepálni ismét, azonban Dice és vissza tud várni. És tud is érkezni egy ilyen kombóval, szépen megoldotta, azonban nem, most Öcsi most vissza tud vágni. Nézzük. Most pedig Dice jön egy kicktöbegáttal. Most mire készül Chris, te jó ég, Dragon Suplex betalál, azt a mindenségét. Kitartja a hidat, push helyzet, de nem. De épp vagy csak nem lett meg a Bloodmoney-nak. Nem ért volna vissza Gulyás Vilmos. És hát most Dice beváltotta Stebet, aki készül valamire. Nézzük, mi lesz az, amire készül Steb. Megragadja Öcsit. Nézzük, a tiédes betalál-e. Nem, Öcsi tud kontrázni. Tud kontrázni Öcsi. És jön egy hatalmas a Spearrel. Gulyás Öcsi felöklelte Stebet. Tus helyzet, de Steb pont ki tud rúgni. Pont ki tud rúgni Steb. De azért Chris Dice is érkezett volna. Olyan, és Cement zavarja meg Gulyás Öcsit, tereli el a figyelmét. Bizonyára valamint beszólhatott Öcsinek, vagy nem is tudom. De hát ez egyelőre nem túl, nem jár túlságosan a sikerrel. Öcsi megtartja az előnyi Stebbel szemben. Azonban Steb most próbálna érkezni, de nem tud. Megragadja most őt Öcsi. Viszi a sarkukba. Ó, és most pedig Öcsi lelőki Chris Dice-t. Te jó ég. Mire készül ott Gulyás Öcsi? Nézzük, beváltja a bátyját Vilmost. És a forrárom után küldi oda Vilmosnak. Ó, te jó ég, ezt tudom is, hogy mi lesz.
Te jó ég, ott van a Heart Attack. Így van, betalál, hatalmas egy páros befejező manőverük, és ezzel megvan a mérkőzés a gulyásétnak, kérem szépen, így van. Megcsinálják a gulyásék ezt a mérkőzést, és meg tudják nyerni a mérkőzést, úgy inkább talán egy kicsit pontosabb. Hát igen, le tudták majd fűzni a Blood Money-t. Bravúros mérkőzés volt, hiába próbált meg a Blood Money mindenféle csalást elkövetni a mérkőzés során, nem jött nekik egészen egyszerűen össze. És ez a két fivér, Gulyás Vilmos és Gulyás Öcsi meg tudták nyerni még így is ezt a mérkőzést, kérem szépen, a Gulyás testvérek a nyertesek. Egyébként, ha tetszik, és nem akarsz lemaradni az elszasonló tartalmakról, akkor iratkozz fel és gyere fel a Discord szerverünkre, és ott tudsz csetelni a Birkóról vagy bármi másról is. És a közösség tagja lehet, valamint részt vesz szavazásokon is, és felteszed a kérdéseidet a kérdések chat szobában, amiket én aztán egy Q&A videó keretén belül meg fogok válaszolni. A link megtalálható a videó leírásában. Na hát így van, mindenképpen gyertek fel a Discord szerverre. Na de akkor azonban folytatódjon az Underground-on, érkezik a következő mérkőzésünk első részvevője. Egy korábbi kétszeres Revolution bajnokról beszélünk, Hős Antal személyében, a foci huligánról egyben, és ugye a legbiztosabb tipről is egyben egyaránt. Na hát ő érkezik a ringbe, az a Hős Antal, akinek hát ugye a közönség a csapata, és hát eléggé csalódott masszaság, egy frusztrált inkább Antal, inkább úgy mondom, hiszen az áttörésre nem sikerült visszanyerni a csapatának azt a Revolution bajnoki kupát a Milán ellen, és hát azóta pedig Hős Antal ismétleten bejelentkezett egy mérkőzésre Milán ellen, hiszen ugye ott csalás történt, mivel ugye Milán csapattársa Robert Dreisger elvonta Hős Antal figyelmét. És hát ugye ezért kapott ki Antal, ezért nem tudta visszanyerni az övét, azon vagy az övet. Azonban ezt a kérelmet a visszavágóra, egy újabb visszavágóra Milán elutasította, mivel az áttörés volt a visszavágó. Ugyebár, mivel a véletlen emberen veszítette el Antal az övet, és nem akart neki adni egy újabb lehetőséget, ugye azóta pedig már megvan az első számú kihívónk a Revolution bajnoki címre, ugye az étény. Na de, térjünk rá akkor most Antal ellenfelére, itt a mai Undergroundon érkezik a svéd szupermodell Iva Kolaszki kísérletében, itt ugye ebben az alternatív univerzumban Svédbergnek Iva Kolaszki a menedzsere. Egy igen veszélyes duó egyébként, hiszen nem kaknak van menedzsere azért a HCV-ben, és a Svédberg egy... Az egyik olyan szerencsés, akinek van menedzsere, a svéd szupermodellnek, skandináviai ígéretének van menedzsere Iva Kolaszki személyében. Itt ebben az alternatív univerzumban, és hát a svéd szupermodell érkezik a ringbe. Antal ellentétben ő még nem volt semmilyen bajnok, de Svéber szerintem úgy van vele, hogy neki nem is kell, mert ő már alapból, neki nincs szüksége a bajnoki címre, mert azt csak elvenné a figyelmet az arcáról, vagy hogy mondjam, vagy értitek, hogy mit akarok itt most ebből kihozni. Ha jól sejtem, Schwindlernek valamilyen ilyesmi teóriája lehet erről, hogy még miért nem vasva se semmilyen bajnok. Hát ugye azt nem kell mondanom, hogy... Nem kell mondanom, hogy azért Svédberg nem épp egy közönség kedvenc, Antal pedig hát ugye maximálisan támogatja a csapata, a közönség. A Svédberg ebből próbált így felvágni, vagy nem is tudom mutatni Antalnak, hogy jöjjön. Hát Antalnak nem kell kétszerre mondania, talán most nem érdemes Antallal e formán játszadozni. Soha nem éri meg Antallal játszadozni, most biztosan nem. Amikor tudjuk jól, hogy egy igencsak frusztrált és feldúgt lelki állapotban lehet Hős Antal, mivel ugye nem kapta meg, nem tudta visszaszerezni a Revolution bajnoki címet, és már nem is kap rá lehetőséget, hiszen Milán nem adta, vagy visszautasította Antal kihívását.
Ajaj, de közben Schwedwell most talán be tud vinni egy-két strike-ot, így van tud érkezni a svéd szupermodell, azonban egészen eddig Antal ismét egy hatalmas, egy csizmatalpal válaszol. Küldi Schwedwelleket a kötérre, és egy hatalmas liptosz. Hős Antal pillanatai abszolút ezek. Ejteti ismét a közönség, és Antal jelvezi is. Most a close-line után tussa megy. Nézzük! Nem, nincsen meg, nincsen meg. Schwedwell ki tudott rúgni. Azért Schwedwelleket sem szabad ám teljesen leírni, tehát azért őróla is tudjuk. Főleg így, hogy Ivakodaszko ott van mellette. Így azért tudjuk, hogy egy igen veszélyes birkózóról beszélünk, Pankrátorról beszélünk Schwedwell személyében. Az a Antal egyelőre rajta tudott maradni, és Schwedwell most pedig könyörög Antalnak, hogy ne üsse őt meg. Ó, és most pedig ezt kihasználja, amíg Antal levette róla a szemét, és Antal torkára támad Schwedwell, és ezt tudja kihasználni a svéd szupermodell, azt a mindenségét, mekkora furfang. Folytogatja Antalt. Mindeközben pedig Ivakodaszki valamit csinál, nem látom olyan, hogy mit, most tus helyzet. De Antal ki tudott rúgni, és ugyan látom, Ivakodaszki leszette a sarokpárnát az egyik sarokról. És Schwedwell ezek után, ajjaj, az nem sikerül Antalnak, hogy az hárítsa, pedig már azt hittem, de nem sikerült neki. Ó, de jó, Antal beleesik gyakorlatilag a sarokba, ahol nem volt ott a sarokpára, hiszen Ivakodaszki leszette. Hát ugye ez még nem minősül e-formán diszkvalifikációnak, hiszen ugye mondhatjuk azt kvázi, hogy Schwedwell nem, vagy hogy Antal nem teljesen véletlen is történetett az, hogy Antal beleesett a sarokba. Ugye ez nem minősül diszkvalifikációnak, de hát a bíró azért remélem, hogy már visszateszi azt a sarokpárnát. Közben tussa meg Schwedwell, de még ez sem elég, ezek után sem tudja lent tartani Hős Antalt. Egyre frusztráltabb a svéd szupermodell. Viszont rajta marad a Hős Antalon, és folyamatosan támadja. Ajjaj! Antal sarokba próbálta feltápászkodni. Oda jövő és félben most felrakja Antalt a kötelekre, a felső kötérre, azonban Antal le tud jönni, és ezt is most tudjuk kontrázni. Így van. Érkezik a legbiztosabb tipp. Hatalmas nagy, nem jön a szörékkal csopp, azonban ezt most ismételten tudja kontrázni Antal, és érkezik, de nem, Schwedwell kiktöregát betalál, azonban Antal küldi a sarokba Schwedwellet, és küldi át a szemköztibe, ott megindul, azonban Schwedwell egy dupla csizmatalpal fogadja Antalt ott, és azonnal befogja, és betalál a headlock driver, és tussa is megy, Schwedwell, számol a bíró, azonban Antal éppen hogy csak, de ki tud rúgni, és Schwedwell teljesen nem akarja ezt elhinni, nem akarja ezt egyszerűen elhinni. Készül befejezni ezt a mérkőzést. Készül. Nézzük. Mi lesz az? Facebusterre menni, de nem talál be. Antal kontrázza és leküldi őt egy hatalmas egy clothesline-nal. Majd pedig küldi be Schwedwelleket a sarokba, ott van egy hatalmas clothesline ismét. Küldi hát a szemköztébe majd egy harmadik, és onnan pedig Antaltól gyönyörű szép sidewalk slam. És Antal készül. Most valami nagy manőverre nézzük, felkapja a Schwedwelleket, ugye ezt tudom mi lesz, bizony, betalál a spinning side slam Hős Antaltól. Tussa is megy azonnal, számol a bíró, de nem, Schwedwell ki tudott rúgni. Éppen hogy csak, de ki tudod rúgni a Schwedwell. Antal azonban most készül valami még nagyobbra. Nézzük, mi lesz az. Mi lesz az. Küldi Schwedwellet, de nem. Schwedwell tud kontrázni, és hoppá! Antal ismételten beleesik abba a sarokba, ahol nincsen ott a sarokpárna.
Ó, de még így sem talál be a Facebuster, leindul viszont már annál inkább betalál Hős Antaltól, aki azonnal tusra is megy, így is van, és ő megvan a legbiztosabb tipnek, a foci huligánnak, Hős Antalnak. És így, most ünnepelhet a csapat, vagy úgy mondjam, ünnepelhet a csapatával együtt, inkább úgy mondom. Hatalmas egy lengő betalált, hiába Spielberg és Iva Kolaszki sok-sok piszkos trükköt bevetettek Hős Antal ellen, de hát még ez is kevésebb bizonyult a foci huligán ellen. Itt a mai undergroundon legalábbis biztos. Hát kérem szépen, itt tehát a mérkőzés győztese a legbiztosabb tipp, Hős Antal. És akkor most pedig érkezik a ringben nem más, mint sem. Kérem szépen, az első számú kihívó a Revolution bajnoki címre érkezik a ringbe Zétény. Így is van, érkezik a feltörekvő Zétény, aki az előző undergroundon egy triple threat mérkőzést tudott megnyerni annak érdekében, hogy az első számú kihívója kihívóvá váljon a Revolution bajnoki címre. Ez meg is tette az Zétény egészen meglepő módon, hiszen ugye kettő mindenki ellenfele abban a triple threatben nálánál sokkal tapasztaltabb volt, de ez nem állította meg az Zétényt a győzelemben gyakorlatilag. Szevasztok HCV rajongók, nem sűrűn jöttem eddig még ki elétek azért, hogy beszéljek, de úgy gondolom, hogy most ez egy remek alkalom, mivel az előző Underground főmérkőzésében megnyertem az első számú kihívói jogot a Revolution címre. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a Vendettán ki fogom hívni a Revolution bajnoki címét, azt az ember, aki talán eddigi karrierem alatt a legnagyobb riválisomnak tekinthető. Így van Zétény, ezt azért mondja, mert ugye Milánnal már többször is volt mérkőzése. Garantálom neked, hogy én nem csak ki foglak hívni a Revolution bajnoki címedért, hanem el is fogom tőled venni azt a Revolution bajnoki címet. Üzené Zétén Milánnak, annak az embernek, aki ellen egyébként Zéténnek az első mérkőzése is volt, gyakorlatilag itt ebben az alternatív univerzumban, a Milán. És ő az az ember, Milán az az ember, aki hát azóta pedig Revolution bajnokká tudott válni a vélet november 7-en, Hős Antal ellen, és a Revolution bajnoki címét pedig megvédte utána az áttörésen az Amboss formáció segítségével gyakorlatilag, hiszen Robert Blitzker eltalálta Antal figyelmet, és így tudta Milán megnyerni ezt, kihasználva tudta Milán megnyerni ezt a mérkőzést, és ezáltal a címet, ez is ezáltal így tudott címet védeni. Ugye itt ebben az alternatív univerzumban az Amboss három fő számlál, ugye az eredetileg úgy volt, hogy Icarus, Dover és Blitzker, azonban Dover Icarus elárulta, kidobatta az Ambossból, és Dover helyére hozták be, megkerülte be a Milán, kérem szépen, akit hát Icarus és Robert Dreisker kvázi a szárnyai alá vett, gyakorlatilag. És hát látjuk, hogy egyelőre ez működött, hiszen ugye Milán hatalmas sikereket tud elérni. Jéz, Zétén, te még beszélni is tudsz? Jaj Istenem, olyan gyorsan felnőnek! Mondja ezt Milán. És milyen nagy időtörő vágyak. Félre ne éjjel, elismerem, hogy volt úgy, amikor meg tudtál lepni. Sőt, volt olyan, amikor le is győztél engem. De hadd kérdezek tőled valamit. Zétén, te voltál már valaha is bajnok? Kérdezi ezt Milán. Hát azért, hát jó, hát de ez most nyilván, hogy most Milán annyira nagyra van magával. Vagy esetleg valaha is voltál már bármilyen bajnoki címmérkőzésben? Ó, de pökhendi Milán! De öntelt, de lenéző, vagy nem tudom miért a jó szó. Az Zétény az a helyzet, hogy még soha meg se közelítettél bármilyen bajnoki címed, és tudod, mi a legrosszabb? Hogy a Vendettán történő mérkőzésük után garantálom neked, hogy soha a büdös életben nem is fogsz tudni bajnoki cím közelébe kerülni. Mondja ezt Milán.
korábban már legyőztelek téged, Milán, erre válaszol Zétény. És most, hogy bajnoki cím van a derekad körül, még motiváltabb vagyok arra, hogy berúgjam a hülye fejed, és ezzel egyúttal Revolution bajnokká váljak. És a Vendettán pontosan ez fog történni. Hát Zétény! Zétény bizony nem riadta meg Milán fenyegetésétől, és szerintem ezzel csak Milán feltüzelte még jobban a feltörekvő Zétény. Hatalmas a címérkőzésen nézünk elébe a Vendettán, ez Zétény karrierének legnagyobb lehetősége, hiszen ugye igaz, ez lesz az első címérkőzés az Zéténynek, meg-e tudja majd csinálni Zétény a Vendettán. Hát akkor most pedig jöjjön a mai Underground főmérkőzése, amit már egyébként említettem is, hogy mi lesz. Kérem szépen, érkezik az első részvevője ennek a mérkőzésnek a ringbe. Dover érkezik is, akiről ugye ne feledkezzünk meg, azért azt ne felejtsük el említeni, hogy ugye legyőzte Boldogot az áttörésen. Igen ám, de a mérkőzés után megtámadt tőle visszatérő. A visszatérő misztikus ős magyar Koppány. Ugyebár, és ugye az előző Undergroundon már beszélt is Dover Koppánnyal szemtől szemben egyébként. Szóval, itt Dover egyébként több ellenséget is szerez magának, én úgy gondolom, de nem tudom, de nem tudom. Hát igen, ezt mindenképpen meg akartam említeni, de ez most mondjuk nem kapcsolódik a mérkőzésünkhoz, hanem inkább sokkal inkább kapcsolódik el az emberhez, aki most érkezik. Egy korábbi HCV bajnok, egy korábbi rekord ideig regnáló HCV bajnok, és egyébként a backstage-ben megkért engem Boldog, hogy azt is mondjam be hatalmas, hogy érdemei közé, hogy ő volt az ember, aki visszavarultatta BT-t a Véles November 7-en egy Iron Man mérkőzés, a karrier kontra karrier Iron Man mérkőzésben. De akkor már azt is hozzáteszem egyébként, hogy az egy hatalmas a csalással történt, hiszen ugye egy mély ütést követően tudta Boldó megszerezni az utolsó pint, vagy akkor az utolsó pontot, ami aztán a döntő, mert bizonyult az idő lejártakor. Szóval igen, ezt azért hozzá kell tennem, És ugye ez a Boldó mérkőzött meg Doverrel az áttörésen, hiszen ugye Boldó többször is azt mondta Doverre, hogy egy unalmas öreg ember, és hogy senkit nem érdekel, és hogy nem releváns egészen egyszerűen már Dover. Elkezdne Boldó, azonban Dover alaposan meg tud indulni, így is van. Hát Boldó, ha nem tudott tanulni egy darab vereségből, akkor majd hátha fog tudni tanulni még egyből, vagy egy második vereségből, egy második verésből. De azért nem akarok én itt nem úgy tűnni, mint aki részrehajló így a kommentárban, szóval inkább úgy mondom, hogy meg nyilvánvalóan ezt elismerem Boldótól, hogy azért mégiscsak rekordidégre emálló HCV bajnok volt, de jó, oké, nyilván. Nem ezt akarom tőle elvenni, de hát azért egy kicsikét gáza, hogyan viselkedik újabban. És nem újabban, már egy jó ideig viselkedik Boldó, mert jó ideig megszokhattuk tőle. De most megkapja magáét. Dover egy hatalmas, egy könyökösek küldtést most a földre, és kihasználja ezt a pillanatot. Dover, ezeket a pillanatokat, ezek a pillanatok most egyértelműen Dover pillanatai. Jaj, te jó ég. Már tényleg egy kicsikét gyászos állapotban van, miközben Dover egy újabb támadásra sújtott a Boldót egy suplexel. Csak kinyögöm, hogy mit akarok itt mondani. Azonban Boldó ki tudott rúgni. És most próbál visszatámadni Dovernek. Így van, érkezik Boldó. Dover kötélre esik, azonban Dover most visszatámad, így van. Érkezett a Dover, de Boldó megállítja, hogy egy kicseregáttal, azonban ez most nem jön össze, és hát Dover a fejét használja. Leküldte egy hatalmas a fejeléssel Boldót. Partjára próbálja magát összeszedni. Elkezdi most gyepálni őt. Dover ismét azonban
és boldog. Küldi Dovert, olyan éppen és van a leküldi. Azt a mindenségét, Dover nagyot esik Dover, hatalmasat esik Dover a ringen kívülre. És boldog most olyan elégedett magával a közönség, ünnepeltük magát, most pedig már mutatja Dovernek, hogy jöjjön vissza a ringbe, ha tud, jöjjön csak vissza a ringbe. Így van azonban, hát Dover inkább kirángatja Boldót. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Vagy valahogyan így szokták ezt mondani. Azonban itt most, ajjaj! Dover találkozik a barikáddal Boldó jogoltából kétszer is. És még egyszer. De jó ég, ajjaj, ismét befejezteti Boldó Doverrel a barikádot, és nem áll, még mit akar? Még mit akar a partiát? Harmadjára fejezteti meg Doverrel az acél barikádot. Azt a mindenségét. Ugye normál szabályrendszerű mérkőzés, de ez még nem minősül diszkvalifikációnak. Tus helyzet, de nem. Dover ki tudott rúgni. Azért nem minősül, mint amit már mondtam, a Hughes Hunter és Wilberg összecsapás közben, hogy ugye kvázi Dover csak beleesett a barikádba, így ez nem minősül diszkvalifikációnak. Vagy nem jár ezért az online diszkvalifikáció. Ojaj. Dover most bajban. Hát Boldog nagyon gúnyos egyébként, most is inkább a közönséggel foglalkozik és a közönséget hergeli. A parti állat. Ó, egy újabb nagyon gúnyos térdes. Majd egy taposás Dover fejére. Boldog ezek után pedig ott a jó ég. Megmutatja ezt a hatalmas erejét, kérem szépen. Azért Dover is egy igen erős individuum, de hát azért Boldó nagyobb gyakorlatilag. Azért ez mindenképpen látható. Ajjaj! Megvan ez a hatalmas a Power Slam Boldó Browntól. Nézzük! Nem! Még ez sem elég. Boldog kérde kicsit frusztráltabbá válni, ahogyan láttam. Ó, de most jön vissza Dover. Így van, egy csop. Majd ismét a harmadikon már elkerüli Boldog, hogy torkára támad Dovernek. És ott van egy hatalmas egy frusztrány ezek után. A parti állattól, aki most azonnal tusra is megy. Kettő, de nem. Nem sikerül a Boldó Brownnak. Ó, de gúnyos Boldó, erre pedig semmi szükség nem lenne az ég egyat a világon. De Boldó gondolja, hogy most gúnyolódni fog. Ezt a mindenségét. Boldog Brown nagyon elégedett magával, csak ünnepeltetni kívánja magát a közönséggel, csak ez senki nem ünneplőd a közönségből, inkább csak ezekkel csak hergeli a közönséget Boldó. Annyit folytatkozott a közönség, hogy Dover tapasztalatot kászálódni, és most úgy is érkezd egy kombóval. Dover a Hardcore Hungerien megpróbálna indulni, de nem tud. Most Dover kapja az ívet a sarokba, azonban most tudod kontrázni. És Boldó ezt elkörül, jön egy csoppal Boldó Dover torkára. Azt a mindenségét. Hatalmas Striker zúdulnak Doverrel. Boldó Brown jól távol. Dover most a kötélre esik, és Boldog azonnal ott van, te jó, hogy felkapja Dovert, és a kötél, a kötelet használja ezt a kötelet Boldó. Azt a mindenségét a hatalmas a térdesek után, hatalmas a follow and slammel érkezik Boldó. Hát nem volt a legsportszerűbb ott a kötelet segítségét kihasználva azokat a térdeseket bevinni Dover hátára, bordájára.
De Boldogod ezzel mit sem törődik, azonban most felkapja Dover azt a mindenségét, hatalmas egy erődemonstráció Boldogtól, hatalmas egy Power Slam, azonban Dover ismételten ki tud rúgni, de vajon hogy? Hát már én sem akarom elhinni, a Dover kirúgott. Nagyon komoly, hogy Dover mennyire akarja ezt a mérkőzést, és mennyire nem akar lent maradni. Azzal mondod, és nagyon komoly, amilyen támadásokkal zúdítja őt, a parti állat. A parti állat, aki most ünnepelteti magát, ismét a közönséggel megragadja most Dovert, azonban Dover tudott kontrázni, és ezt is tudja kontrázni Dover. El kellett sorozni most Boldog Brown-t. A Hardcore Hungary-n ezúttal pedig vippeli Boldogot, de Boldog egy kicktöregáttal meg tudja őt állítani. Felkapná Dover, de nem jön össze neki Dover egy fószájnnal. Földre viszi a Boldog Brown-t. Azonban nem, ez most nem sikerül neki, azonban ez a Boldognak nem sikerül. Azonban ezt most elkerüli Boldog. De nem, ismét elkerüli. És érkezik most Boldog. A parti állat. Hatalmas a kombókkal érkezik Boldog Brown. Most ott a sarokban, mire készül a Boldog. Ott egy jó ég. Ott egy jó ég, az mi lesz abból? A felső kötél segítségével egy DDT-t ad be Boldog Brown, de ezután nem megy tusra, hanem inkább készül még valamire, felnyalábolja Dovert, azt a mindenségét, hatalmas egy térdes a parti állattól, aki ezek után pedig tusra is megy, nézzük meg lesz-e? Nem! Nem! De hogy nincs meg? Dover hogy tudott ebből kirúgni azt a mindenségét? Érkezik Boldog, de csak érkezne! Most érkezik Dover, a dupla talpas után, dupla talppal való fogadás után érkezik hatalmas egy kószájnokkal. A Hardcore Hungary-en azt a mindenben nem tudom beszélni, és a Dover készül. Nézzük, mi lesz az hatalmas diszkosz lariát. Lefejezte gyakorlatilag Boldog, tusra megy Dover. De Boldog éppen ott csak ki tud rúgni. Azt a mindenségét. Hoppá, de ez mi? Ez koppány zenéje. Koppány zenéje hallatszódik, érkezik-e koppány? Hol lehet? Dover várja koppányt, várja. A bíró sem figyel, ugye? A stage-re tekint, de hát koppány sem. Úristen, az van koppány, Dover meg a Spear koppánytól. Koppány ezt elkoszálja Dovert egy Spearrel. A bíró ebben semmit nem látott. Oda kúszik Boldog ezek után. És számol a bíró, és mega van Boldog Brown a mérkőzés győztese. Ej, de na, de így. Hát se nem áll. Így tud nyerni a partiát, amikor már Dover fölébe tudott kerülni. Megérkezett koppán, és elkaszálta Dover Spearrel, és ezzel együtt Dover nyerési esélyeit is elkaszálta ezzel együtt a misztikus ős magyar. Ebből nem látott semmi sem, persze a bíró és Boldognak már csak oda kellett húsznia a tusra gyakorlatilag, és így ezzel a parti állat megnyerte ezt a mérkőzést ugyan. Na de hát ez azért hagy némi kívánivalót ez a győzelem maga után, mit nem mondjak, de hát a parti állat, a Boldog Brown lett a győztese itt a mai Underground főmérkőzésének.